Fox következik, aki előadást tart, egy ágkészítés házilag témakörből. Hát üdvözlök mindenkit! Kezdjük azzal a kérdésnél, hogy mi is az a nyák? Hát itt van egy a kezembe, ezt körbe is adnám, hogy hol kezdjük? Ez egy elkészült nyomtatott áramtörő alapnemez, ugye? Furatra szerelt alkatrészekre lett tervezve. Erre majd még kitérek, és hát gyakorlatilag arra vár, hogy az alkatrészeket beleültessük. Na most ugye az oldalon közé tettünk néhány jelvű kapcsolási rajzot, hogy lágyindító elektronika, a szabályzó PVM és egyéb. Ugye nagyjából az alkatrészeket mindenki ismeri, egyébként beültetési rajzok és egyéb segítség minden megtalálható az oldalon. Csak ez az alapvető kérdés, hogy hogy készül a nyár. Hát ugye van egy csupasz lemezünk, egy alaplemez, ami egy bakelit lemezből áll, és azon van néhány mikronyi részbevonat, és ezt kell nekünk a megfelelő alakra kimaratni. Na most a legolcsóbb megoldás az az, hogy a vasalásos technika, gyakorlatilag be fogok mutatni, 135 g-os fehér műnyomó papírt használunk hozzá, ami fényes felületű, ami azért fontos, hogy a tintát, amit a nyomtatóval felhagyunk a felületre, le a papír így a be. Ugye mindenki találkozott egy egyszerű példa, ha a felmosó, hogy bemártjuk egy vödör vízbe, nem tudjuk olyan erővel facsarni, hogy teljesen száraz legyen, ezt elkerülve eleve egy fényes felületre hordjuk fel ezt a festék réteget, és ami még nagyon fontos, hogy csak a lézer nyomtató alkalmas erre, pontosan ezért is, mert egy fényes papírt használunk erre, és erről a tintasugaras nyomtatónak a festékanyja gyakorlatilag lefolyna. És a másik, ami a vasalásos témához hozzátartozik, hogy ugye a lézernyomtatóban van hőre lágyuló festékanyag, és ezt fogjuk mi kihasználni. Mindjárt körbeadok egy ilyen papírt is, ami így néz ki, egy pillanat. Másodperc közben azért bedugok egy vasalót, erre szükség lesz. Még felmelegszik. Hozzon az ingemet? Magyarul ez nem valami különleges extrém csodapapír, ez egy normál, ilyen fényes eredmény. Nem sok írószerbe tudják beszerezni, tehát ez az alapszabály 135 g-os, tehát ugye ez gram per nézetméter, elég vaskos, hogyha majd körbeadogatják ott az úriemberek. És az a lényeg, hogy fényes felületű, hogy ne így a magából tintát ugyebár a papír, hogy ezt át tudjuk ordani szépen a nyomtatóra. Na most azt a papírt, amit körbeadtam, azt most megmondom, hogy halálra van ítélve, meg is mondom, hogy miért. Ugye bármikor, amikor például a kollektorokat is festik az urak, ugye nyilvánvaló, hogy a sörcsöveket a festés előtt nem fogjuk összefogdosni, ugyanis a kezünkön lévő zsírtól az bizony nem rontja a tapadást. Magyarul ennyi. Na most én az az érdekes, hogy szeretnék itt mindenki előtt megcsinálni egy gyákot, csak az lenne a legjobb, hogyha körbeülnénk egy asztalt, mert hogy ezek a nyomtatott áramkörök, ezek nagyon picik, tehát 4x5 cm-es és leghátul biztos. Csináld a levegőbe, úgyis tudja mindenki, hogy a levegőben tudok pasalni. Nem baj. Jó. Mindjárt neki is kezdünk. Semmi gond. Nagyon megköszönöm. Jó ez a pasolás, hogy ez a papírt kell nyomtatunk el. Na most, kezdjük az alapoknál, ez itt a kezemben egy nyomtatott áramkörű alaplemez. Nagyobb nyákot nem találtam. Nem találtam. Szóltam volna, hoztam volna. Arra szólom, hogy egy lágyindítót nem fogok 2 négyzetméter fölötten csinálni, de ez csak az alkatrész igénye. Szerintem, ha valaki csinált házilag vizes kollektort, ismeri ezt a szerkentyűt, az a résztisztító kendő. Na most ezzel csak így nagyjából így elő szoktam készíteni, hogy ezt a nagyon vastag oxid réteget letakarítom róla. Hát nem egy hosszú művelet. Mondjuk annyit időspóroltunk, hogy ugyebár levágtam méretre a nyomtatott áramköröket, mert szerintem a fűrészelés műveletét már mindenki ismeri. Úgyhogy így nagyjából már tiszta, szerintem a kamerából is látszik, hogy mindenki látszik, hogy nagyjából fényes. Nekünk ez nem elég. 600-as vizes polír papírral szoktam csinálni, mindjárt hozom azt is. Van egy ilyen kicsi kinyomja, van egy program, de felad a program, és akkor kinyomja ilyen. Na most, ezt ugyebár vízesen szoktam csiszolni. Itt van egy vödör víz, egyébként folyóvíznél szoktam ezt elvégezni. Hát ezt a vödröt a WC-ben találtam, remélem is benne semmi disznóság.
elvégzem ezt a tisztítási műveletet. Ha valaki közelebb akar jönni, akkor nyugodtan, de egy csiszoláson semmi érdekesség nincsen. Na, mindjárt mondom a fontosabb dolgot. Akkor elmondanám mindenkinek, mert az úriember itt engem kérdezte, ez egy bakelit lemez, és azt hiszem, ha jól emlékszem, 35 mikron vastag a részbe vonat rajta. Ezt hívják nyák alaplemeznek, ugye azért alaplemez, mert még nincs kimaradva, mint az a rossz csont, amit itt körbeadtam. Na most gyakorlatilag bármelyik műszerészboltba lehet kapni, ilyen találomra szoktak kitenni a polcra ilyen kisebb-nagyobb darabokat, és akkor van rajta egy jár. Tehát mit tudom én, egy akkora darab körülbelül egy olyan 6-700 forint körül van, ha jól emlékszem, nem tudom, hogy a kedves naplopótárs mennyire vette. Lehet A4-es méretben, és hát ez azt határozza meg, hogy mekkora és mennyi áramkört szeretnénk legyártani belőle. Na most ez a tisztítás, ez éppen végbe is ment, most nem véletlenül, hogy így fogtam meg ezt az alaplapot. Tehát ugye a tisztítás követően bár éppen még a vízfőm rajta van, de már innentől kezdve én ezt nem fogom összefogdosni, mert hogy akkor ugye már a kezemen lévő zsír rákerült az alaplapra. Egy pillanat. Egyszerű papírzsebkendőt szoktam használni arra, hogy ezt szárazra töröljem. És akkor ugye néhányszor még egy kicsit nagyon fekete marad a papírzsebkendő, ez nem véletlen, ez a csiszolat port, így szépen letakarítom róla. Mondjuk, hogyha ez a fotós eljárás lenne, ahol nem mennék bele, tehát nagyobb tisztaságot igényel. És ez a legegyszerűbb, amit bárki szerintem házilag el tud végezni. Én ezt nem szoktam már ilyenkor nitrózni, tehát gyakorlatilag csodásleges ezt elrontani, ez elég szép. Nem is szabad, mert nitróban is van zsír. Így van, pontosan a legtöbb hígítónak van valami zsírtartalma. Tehát ebből kifolyólag sem. Így van. Az izopropil alkohol az egyetlen, ami nem tartalmaz zsírt. Hát azért használják a videót. Ez gyakorlatilag most csak mechanikai tisztítás, tehát abszolút, tehát a kémiai tisztítás az annyiban merül ki, amennyit éppen a víz adott. Megpróbáltam mindent letörölgetni róla. Ezt ide le is teszem. Nem, köszi. Csak annak meg víztartalma van, ami utána víz. Persze, igen. Szóval ezt nem fogod körbeadni. A tisztaságban mindenkinek lehetnénk fogalmat. 30, tehát 40%-ban vizet tart. De azért mondom. Víznyomot. Nyilvánvaló. Na most ezt egy kisollóval kivágom. Több nyákterv van. Most éppen amire méretre ezt leváltam, azt fogom most egyébként, ez történetesen pont egy lágyindító elektronika lesz. Az jó is lesz, szükség van rá mindenkinek. Akkor. Egyébként azt is körbe lehet adni, mert van ott egy készen ott azon a kofferen, összerakva úgy fog kimutatni. Az kimutatni, kinézni, van. Körbeadhat, hogy nyugodtan, és akkor mindenki meg tudja tekinteni. Mindenki köszön rá egy csomó. Mindenki ki belőle. Mindenki köszön rá egy csomó. Mindenki vegyen ki belőle. Elektronikai fórumokon szokott lenni ilyen kisebb kikötések, hogy pontosan hány Celsius fokos legyen ez a vasaló, meg hogy vajon. Ezt annyira nem szoktam nézni. Ez egyébként a legnagyobb fokozatra fel van kapcsolva ez a nagymamaféle vasaló körülbelül 35 éves idősebb, mint én, de nekünk ez tökéletesen fog üzemelni, és akkor a nyáktervet azt úgy csináltam meg, hogy ugye egy 0,2 mm-es vezetősávot rajzoltam köré. Igazából ennek semmi szerepe nincsen, nekem az annyiban segít, hogy a nyákot rá tudjam igazítani a rajzra. Tehát ugye a fény felé fordítva, szépen ezt ráillesztettem a nyák felületre. És akkor, hogyha ezt így megtartom, és sikerül így is odavinnem az asztalhoz, akkor ezt már kezdhetem is vasolni. Nagyszerű.
Most egy rövid időre rajta hagyom a vasalót, nem fog felgyulladni. Egy pillanat. Füstöl, hagyd füstöljön. Mégis így. Hajlámoljon. A nyákot nem elég levasalni, rá is kell simítani az alaplemezre. Papírzsérkendőket duplára hajtom, hogy ne nagyon égesse meg az ujjamat. Ez mindenki erre vigyáz. Többször leszoktam ismételni a vasalást, tehát ez az a biztos. Nagyobb nyákokkal szokták húzgálni a vasalót, ez annyira pici, hogy gyakorlatilag a vasaló talpa teljesen elfedi. Megmutatom azt is, persze, csak... A maratást is meg fogom mutatni, természetesen. Azt nekem minden megy, csak ezt ne fogd őt össze, így. Hallod, azt az oldalát ne fogd őt meg. Hallod, azt az oldalát ne fogd őt meg. Tudom, hogy nem lehet meg, ugye tudom, de ezt állj meg fog meg szerintem. Ezt már itt lerajtva minden. Nem, azt nem szabad el. Ezt már szabad el. Igen. Ez fönn van a izén oldalon, nem ez a rajz meg a izén, nem? Beültetési része? Fel fogom tenni. Egyébként azt hiszem, hogy korábbi bejegyzésben ez megvan. Működőképes most el a rádióitól? Működőképes? Már hogy? Már teljesen jó. Kifosodó vagy? Nem égettem, mint az ennyi a fannak idején? Egy pillanat, már is megmutatom, hogy elmagyarázom. Jó, nyugodtan, megvárjuk. Nekem is van. Igen, itt is működik, én gondolom arra gondolt, hogy hosszú távon ez nem fog leírni. Tudod, nekem elcsattam egy számít, emlékszem, amikor írtam, hogy elolvadt egy részre. Igen. Most már tudod, jó lett, hogy nekünk volt a dolgát. A vasalást azt általában addig szoktam ismételgetni, amíg ilyen kellemesen fahelyszínű nem lesz az áramkörnek, vagy ez a papír gyakorlatilag, ami nekem ráéget, még mindig egy kicsit süti a kezem, úgyhogy még egy kicsit simogatom addig, amíg ki nem ül egy pillanat. Nekem gyakorlatilag mindjárt elmagam a mikrofon, vagy mindenki fogja. Több volt a beállítás, de a bőröstek így van. Na most. Az úriember kérdezte, hogy milyen nyomtató beállítások szükségesek. Na nekem egy nagyon öreg ódivatú nyomtatón van, ami nem is nagyon van állítási lehetőség. Szoftveresen sem. Ami azt illeti, a nyáktervező programok ezt alapból tudják, és még egy nagyon fontos dolog, amit elfelejtettem a legelején elmondani. Mindenki, aki megnézte ezt a műnyomópapírt, az mindenki látta, hogy tükrözve van kinyomtatva. Ugye nyilván, hogyha ezt pofával ráborítom az egészet a nyákra, és a festék átvándorul, akkor lesznek teljesen igazából olvashatók a betűk. Az úrnak a kérdésére visszatérve, a nyáktervező program, ez a Sprint Layout 5, hogyha nem reklám, bocsánat, azt szoktam használni. Elvileg ő tudja azt, hogy mi az a rétegvastagság, amit a nyomtatónak ki kell vezérelnie. Eddig nekem olyan nagyon problémám nem volt belőle. Közben kihűlt a nyár, tehát ezt ugye, ahogy az előbb említettem, amikor a kellemes haladék a papír, könnyen meg lehet, hogy ez még így se lesz jó, tehát ez majd akkor fog kiderülni, amikor leáztatom róla a papír. Most ezzel a laza mozulattal sima víz. Bele is dobtam abba a sima hideg vízbe.
Igen. És megvárjuk, amíg a papír ugye átszik magát vízzel, mindenki dobott már gyerekkorában papírzsökkentőt a vízbe, ugye szerteszét fosztányosodik. Na most ennek egy kicsit több idő kell, de azt szépen kivárjuk. Addig Tici, hogyha gondolod, elkezdheted a tiédet is csinálni, nyugodtan. Közben hívtam magam mellé egy segítőt, aki egyébként még nem csinált ilyet, de most mindjárt ki fogja próbálni. Mindenki megnyugtatására, hogyha neki segítő, akkor nincs hívjuk. Igen. Szóval. Legyen komoly dicséret. Akkor jó lesz. Nem komoly dicséret, de nyilván... Nyilván, aki még nem csinált ilyet, azért annak kicsit bonyolultabb. De nem tudom, az elkészült áramkört, hogyha körbeadtuk azért alapvető... dolgokat azért elmesélnék, még ázik ez a... Eltűnt a lágyindító, jó? Az nem az. A másik az a... Lágyan elindult vele haza. Lágyan elindult vele haza. Igen. Semmi gond. Az a lényeg, hogy... ott van, amit odaadtam a kezedbe, és majd vágunk én hozzá, vagy te vágtál egy másikat? Nagyszerű. És... Megvan. Na, ha az alkatrészeket megfigyeljük rajta, ezek a hengeres kis cuccok rajta úgy hívják, hogy kondenzátor. Gyakorlatilag úgy működnek, mint kisebb kapacitású akkumulátor. Ugye megvan határozó polaritása, tehát egy negatív lába, az meg van jelölve azon a hengeren, és egy mínusz jelet kap. Tehát azt nem szabad fordítva bekötni, ugyanis elpukkanhat, tehát vagy tönkre megy szintlán. De hajlamos elég nagyot szólni, úgyhogy az nem illik. Nem csak a kondenzátorra igaz. Nem csak a kondenzátorra igaz, a diódát már láttam úgy világítani, mint egy villanykötét, tehát sok mindenre igaz. Amit pedig ott látunk az áramkör kellős közepén, az egy IC. Na most az IC-nek az egyik végén látunk egy félkör alakú bemarás. Na most, hogyha azt szemből nézzük úgy, hogy a félkör bemarás, az ugye felül van, az egyes lába bal oldalt felül lesz. És általában körbe vannak számozva. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és akkor a 8-as lába az egyes lábában lesz ugye egy vonalban. De közben megnézem a papírt, hogy mennyit házok. Egészen lágyan így. Köszönjük szépen! Azért még hagyom egy kicsit pihenni. A széle egy kicsit korábban felázik, és rásegítettem egy kicsit, hogy alá tudjon szépen kúszni. Az aranyat érő energiát, ahogy doboz viszi a szél, hogy ezt nagyjából levált éve a papír, és láthatjuk, hogy a közepén ott maradt hormonytalul egy darab feszni. Ezt egy körömkefe segítségével szoktam finoman eltávolítani. Ez egy más kérdés. Siker? Ja, hogy leáztatok a papírt, nem húztatok. Így van, a kolléga leszerette fényképezni. Leúztak oda a lázat, fedett a hordozó lépőt. És utána, igen, tudod, a maradék papír. Igen, körülbelül. Körülbelül festik rajta, de a rezidernek úgy van csinálva. Igen, abból egyet vágják ki, csak az érdekes lesz, hogy megfogod, ugyanis nagyon picit, és vasalni kicsit nehéz. Fából vagy jobbra. Így van. Hát nem tudom távolról mennyire lehet látni, szintén nem adnám körbe, de szépen, gyakorlatilag csak a festékanyag maradt rajta, hogy nyomtat a páronkori alaplemezen. Na most jön az a rész, amit említettem is, hogy ugye semmi sem sikerül elsőre, ezen nagyon pici betűk láthatók ezek a nyomtatott áramkörök, hogy nekem az alkatrész beültetést segítse.
Hát általában a betűk között ott szokott maradni némi papír, amikor két vonal nagyon közel van egymáshoz, illetve valószínűleg amikor a nyomtatónak a tonerja az henger alapú és az összetételnél előfordul, hogy egy kicsit spórol azon a ponton a festékanyagból a toner. Ilyenkor mondjuk, hogyha egy teljesen fekete papírlapot ki szeretnénk nyomtatni egy lézernyomtatóval, látni fogunk benne ilyen sávokat. Ez itt is előfordul, tehát sosem sikerül semmi elsőre. Ilyenkor szoktam azt, hogy száraz a tőlem, egy pillanat. Igen, levasolhatod közben. Letörlöm szárazra a nyákot. És hogyha szükséges, egy nagyító segítségével átnézem az áramkört, azért ezen olyan pici vezetősávok nincsenek, szabad szemmel teljesen áttekinthető, de erre az esetre például itt nekem egy vezetősávot, egy nagyon picit kihajott a nyomtató. Ha kell, puskázásképpen elővehetünk egy másik nyáktervet, ugyanis sosem egyet nyomtatok bele, mert valamikor a papír együtt leválik az egész. Nem sikerült úgy a tisztítás. Előfordul bárkivel, tehát sosem nyomtatunk egy darab papírt, mert a másik az az, hogy a levasalás után, hogyha egy vezetősáv nagyon elmosódott, és nekem lila gőzöm is van, hogy az végül is merre mehet, akkor arra le tudom puskázni, de ugye ügyelve arra, hogy ez tükrözött rajz, ez pedig már nem az. Van egy 0,5 mm-es alkoholos fésztollam, és ezzel akárhol belejavíthatok a nyomtatott áramkörbe. Most ez fog történni. Itt nekem csak egyet hibázott a nyomtató, de már is meg fogom csinálni. Egy pillanat. Ugye bele is kortyeleskedtem, bele javítottam az áramkörbe. Most utólag megnézem, hogy a betűk közül próbálom körömmel, éppen egy varrótű kicsit alkalmasabb erre a feladatra, de nekünk tökéletesen megteszi egy kicsit körömmel megkapargatni, ahol esetleg. Nem kell aggódni, hogyha jól sikerült a vasalás, akkor gyakorlatilag nem lehet kézzel lekaparni róla. Jó, ha hosszú időig vakargatom, akkor nyilván le fog jönni róla, de ugye a körömkefék túlélte, tehát ez azt mutatja, hogy elég stabilan rajta van az a bevonat. Már is hozok egy kis segédanyagot. Nem egyenesen. Érdemes egy edényt olyan méretűt megválasztani, fagyis doboz, vajas doboz, egyéb, amiben ugye a nyomtatott áramkörünkhöz, ha már ilyen kicsi, ne kelljen fél liter savat hozzáíteni, mert teljesen felesleges, tehát pazarlás. Nyilván egy lapos fagyis dobozt használnék, hogyha ez valamivel nagyobb lenne. Ezt úgy hívják, hogy vaskorid oldat, TN150 a neve, nem emlékszem, hogy mennyibe került, mondjuk kerüljön, teszem azt 1200 forintba egy ilyen flakonnal. Mennyi? 1000 forint, nagyszerű, körülbelül 2 éve használom, és az fárasztom vele a nyelvet. Sokszor vissza lehet önteni, azért az idők végezetéig nem lehet felhasználni, amikor már egy kicsit gyengébben dolgozik nekünk a sav, akkor érdemes egy kicsit előmelegíteni. Egyébként papírforma szerint 60 fokra kéne felmelegíteni ezt a savat, hogy megfelelően gyorsan marjon, de én ezt nem szoktam melegíteni, amikor még elég erős a sav, tehát ugye nem használtuk már 150-szer, akkor így nem olyan agresszív, tehát szépen lassacskán hagy marja nekem a rezet, egy kicsit lösögtetve kell, és az a jó nekem, hogy átlátszó a doboz alja, és mivel hogy olyan nyomtatott áramkörről ez részfúrja, amikor már elkezd lemaródni, akkor át fogok itt szépen látni az egész folyadékon, és látni fogom, hogy mennyire marta már le. Kicsit lösögtetjük. Köszönöm. Most ez eltart úgy is egy darabig. Egyébként a kész elektronikát, mert ez például itt egy lágyindítónak az alaplapja lesz, ott van egy kész elektronika, az Kariborinak a kollektorán van egy villanymotor, meg láttam, hogy van egy akkumulátor töltője, hogyha ő is megengedné, akkor kipróbálnám rajta, hogy bárki láthassa. Ugyanis ez az történik, hogy a nagyszerű, itt van egy ventilátor is, van PC tápunk is, csak nem tudok bele mit dugni, teljesen mindegy.
az ampermérről láthatjuk, hogy ugye két másodperces késleltetéssel indul el a ventilátormotor, nagyon kis fordulaton, és szépen látszik, hogy az amper szép lassan sétál felfelé a műszeren. Tehát ez nagyon kíméletes nekünk. Azt hiszem a Mr. Sörkoli mondta nekem, hogy ugye gyakori boiler kapcsolóknál ugye nem azt a kivezetést, ugye a Halidoki előadásában is hallható volt, hogy nem az a kivezetés van a boileroknál használva, éppen ezért egy bevonat hiányzik ugye a másik lábáról. Na most gyakran beég, összeég ez a kapcsoló, ezt gyakorlatilag kiküszöbölhetjük ezzel, hogy gyakorlatilag 0 amper folyik át a vezetéken kapcsolás közben. És ezzel kiküszöböltük azt, hogy ugye a boiler kapcsoló összeégjen. Más kérdés az, hogy ugye a 12 voltos autó ventilátorokat nagyon sokan használnak előszeretettel, az indítás pillanatában nagyon szeretne 15, akár 18 ampert is felvenni, és amikor felpörgött a motor, ez szépen vissza beáll 8-10 amperre motorfüggő, mert ezzel az elektronikával gyakorlatilag ki van küszöbölve, és nem fogja hazavárni nekünk a PC tápot, hogy nem fog vészreállást produkálni. De ezt mindjárt meg fogom mutatni a kollektoron is, akik arra járnak és érdeklődni. Tessék? Nem, ezt vaskorid, gyakorlatilag ezt így készre keverve lehet kapni, de azt hiszem régen lehet egy gyógyszertárban is, de vannak olyan elektronikai szakületek, ahol ilyen granulásban, ami ilyen porszerű anyag, és az ember magának választja meg, hogy milyen sűrűre keverje meg. Pontosan, igen, a kolléga mondja, hogy hidrogénperoxid, nagyjából másfél-két deci hidrogénperoxidba egy kupaknyi, bocsánat, fordítva mondom, három, vagy két deci sósavban egy kupaknyi hidrogénperoxid, ami olyan 30%-os, 30-at, annak a keverékével is szintén le lehet maradni a nyákot, viszont azt tudni kell róla, hogy kicsit agresszívabb, tehát gyorsabban fog dolgozni nekünk, mint a vaskori. Nem lehet csak műanyagedénybe csinálni. Természetesen, meg ugye nem illik szimatolni se nagyon mérgező gázokat fejleszteni. Így van. Annyira azért nem akár, vagy annyira azért... Nem, nyilvánvaló egyébként. Az nem baj, ha tovább csinálom. Csak arra vigyázz, hogyha nagyon... Igen, mindenkinek mondom, hogyha nagyon rányomja a vasaló, akkor a tinta szétlapul. És azzal megint csak kiszúrtunk a dologból, ugyanis akkor, hogyha közel vannak a vezetősávok egymáshoz, akkor azok össze fognak érni. Nyilván, amikor maratás előtt átvizsgáljuk az áramkört, akkor még egy tűvel el lehet kapargatni róla, de érdemesebb minél több ilyen atrocitást elkezdeni. Így van, ellenéztem. Vasolhatod még, semmi gond nincsen. Figyelj, egy dolog, vasoljad, és minél többet simogatj. És amikor azt mondod, hogy elég volt a vasalásból, akkor gyakorlatilag addig simogatjuk a papírzsebkendővel, ameddig gyakorlatilag az áram, ami ki nem hűl, nagyjából kézbe lett. Igen. Jó, megy. Úgy látom. A másik az, bocsánat. Nem sokára kimáródik, hát lassan még az a dolog. De kezdőknek egyébként külön előny az, hogy ez a sav ilyen lassan dolgozik. Ugyanis hogyha... Igen, tehát hogyha túl sokáig hagynánk a savba, egy darabig ugye ellenáll neki ez a tinta neki, de hogyha, ha nem veszem észre, hogy tökéletesen lemaródott, és hogy teszem azt benne, hagyom még egy fél órára, akkor gyakorlatilag a festék alá is be fog maródni. Ami viszont nem cél, mert akkor szakadás következik a vezetőságokon. Már nincs ott hátra. Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyi van még hátra? Nem sok. Annyi az egész, hogy most ezt lemosom vízzel. Kifúrod? Nem fúrom ki. Azt majd itt oldalt, amikor a következő fellépő. Egy is eléggé elhúzták az időnket. Igen. Köszönjük, Emese. Köszönjük. Mister, most csúnyán légy rám. Igen, hagytam magam kifúrni. Az ebédszünet is ki fog így tolódni egy picit. No, hát csak nagyon kevés van hátra. Meleg is, meg akkor jobban nem is van. Tovább tart most már melegíteni, mint hogyha kivárnám a melegít. Igen. Tényleg, sörkoron megmelegítjük. Mester, ez az anyaghoz hozzáférjük, ugye? Hogyne. Közé lesz tégazolom? Hogyne. Nagyszerű. Igen, úgy döbbent rá, hogy... Nem lehetek a félre. Egy hívásként beszélni. Igen, a fotó eljárásban nem akarok belemenni, az a lényeg, hogy
iszonyatos nagy tisztaságot igényel. Meg hogy nagyon, nagyon kényes anyag ez a pozitív húr, ez a... Igen. Tehát drágább is, meg tovább is tart, tehát időben ebben az előadásban nem férne bele. Figyelj, majd a hangot levesszük, és akkor feliratozzuk, hogy inox kávé a forró, üti. Ki is maradott nekünk szépen, ezt ismét szárazva törlöm egy pillanat. Mindjárt kész van, csak azt még azért körbe fogom adni, hogy mindenki még csodálhassa. Akkor szóval te elvihetem, igaz? Össze akartam rakni ezt is egyébként. Ja, jó, majd készen. Majd készen. Kipróbálva. Tényleg, csak üzemképes. Na most ezek után, amikor kész van a maratás. Aceton. Vodka. Az a legjobb, nem? Aceton, nitrohígító, aromás hígító, körömlak lemosó, bármi, tehát némely kicsit gyűjtsd. Barackpálinka, azért ezt ne erre a cél. Figyelj, ad ide a barackpálinkát, és én adok nitróz, jó? Nagyon szívesen. Igen. Na. Le is mostok hígítóval szépen. Majd egy picit újra megsúzom, egy pillanat. Kicsit, igen. Nem a kefét keresem, hanem ilyenkor még ez a résztisztító kendővel át szoktam súrolni, hogy könnyebb legyen majd később a forrasztás. Egyébként van még egy anyag, úgy hívják, hogy TN 160. Az gyakorlatilag a kémiai ónozó, tehát a tisztítás után én ezt beledobom abba a folyadékba, akkor gyakorlatilag nem ezt a vörös rész felületet fogjuk látni, hanem szépen egy ilyen előónozott felületet fogunk kapni, ami megkönnyíti nagyon a forrasztást. Ha kérdése van valakinek, akkor közben menj nyugodtan, mert én már ezzel el is készültem, és szeretném körbeadni. A furatokon kívül minden megtalálható rajta, tessék. Aha, négy szíves. Szóval el is készült. Van valakinek esetleg kérdése a dologgal kapcsolatban? Nincs. Csukd be a izét, nehogy főrúg. A hígítót, igen. Amilyen maszkot csinálni rá, igazából felesleges. Legalábbis én nem használom. Egyébként nem is ismerem az eljárás, hogy ezt utólag hogy van. Gyakorlatilag, hogyha az alkatrészek bele vannak ültetve, akkor akár egy neolux sprayvel is lehet akár fújni, és az adni védelmet. Én nem szoktam használni. Ilyen is ilyen áttetszős volt, arra emlékszem. Nem lehet most már kapni. Az már jó volt, hogy ott lehetett forrasztani. Esetleg netől lehet rendelni. Szaladt is tőle a szintán jó volt, de igen. Az forrasztó lak volt, az nem a izé volt. Az megint más, igen. Ez a vezető paszina. Vissza is adnám a szót Mr. Sörkolinak, mert már régen nem kellene itt lennem. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.